Sokszor és sokféle módon szólt hajdan Isten az atyánkhoz a próféták által ezekben a végső napokban, pedig a fia által szólt hozzánk. Krisztusban, kedves testvéreim, ezekben a napokban álljunk meg egy kicsit, és csendben figyeljük Isten hangjára, aki fia által szól hozzánk. Szépséges ragyogással teszi ezt. Szeretetének mélyből jövő erejével akar bennünket megérinteni. Fiának, a karácsonyi kisdednek születésén keresztül szól hozzánk, aki egy lett közülünk. Ő itt van bennünk, készen, hogy együtt szenvedjen velünk, készen, hogy a kezét nyújtva a béke és a szeret útján vezessen bennünket. Ezekben a napokban a földíszített város ragyogásán keresztül a nagy nyüzsgés, a fogyasztói láz és az ünnepi előkészületek közepette igyekszünk megmutatni magunknak és az egész világnak, hogy számunkra mit jelent ez a nagy ünnep. Talán mindez azt a szándékunkat tükrözi, hogy Istenünkhöz mi is szólni akarunk. Pár beszédet kezdeményezve vele, elfogadva az ő szeretetét. Mégis úgy tűnik, hogy mindaddig, amíg arra törekszünk, hogy ünnepünket mind fényesebbé és fenségesebbé tegyünk, szem előtt tévesztjük a szívből mélyéről érkező szavakat. Ember, állj meg a gyermek Jézus előtt, hajolj meg mélyen előtte, érintsen meg téged az ő fénye, életedet töltsd be gyermeki kezének melegével, amelyet a szenvedőknek, betegeknek, éhezőknek, öregeknek és haldoklóknak nyújt. Indulj el, és városodat dicsíts fel jóságoddal és szereteteddel, amely hasonlít ahhoz a jósághoz és szeretethez, amelyet édesanyjától, édesapától, férjéddől, feleségettől, vagy barátodtól vársz. Te légyél a legfényesebb dísz, amely a neked adott, az életutat mellett haladó embereket örömmel képes eltölteni. A Szabadkai Egyházmegye minden hívőjének és minden jó akaratú embereknek boldog, örömteli karácsony, ugyanakkor sikeres és áldásokban gazdag új esztendől kívánok. Krisztusban, kedves testvéreim! Év vége felé visszaszoktunk tekinteni az elmúlt esztendőre, és egyszer felidézzük a jó dolgokat, elgondolkodunk azoknak pozitív hatásán és azon, hogy mit tanultunk belőle az életre vonatkoztatóan. Én az elmúlt évnek pozitív eseményeket gyűjtő mérleg serpenyőjéből két nagy eseményt szeretnék megemlíteni. Az egyházmegyei zsinatunk befejező napjait és Paul Richard Gallagher érsek látogatását Nagybecskereken. A befejező zsinati napok összehozták 4 év munkájának az eredményét, és a zsinati anyák, apák találkozóját a székesegyházunkban. Számunkra
és számomra egy felejthetetlen élmény volt püspökségünk központi templomából együtt imádkozni, együtt megtárgyalni a zsidanti dokumentumokat, együtt dolgozni a helyi egyházunk jövőjén. Nagyon boldog voltam és elégedett, hogy sikerült egészségesen befejeznünk ezt a folyamatot. Most a harmadik részen a zsinati határozatok és javaslatok megvalósításán fogunk dolgozni. Már felvettem a kapcsolatot nyugati jótevőinkkel, hogy támogassák a következő 5 év pasztorális programját, amire ők jólelkűen igent mondtak. A zsinati napok befejező istentiszteletén majdnem 20 püspök és érsek vett részt, és Erdő Péter, Budapest-Esztergom érseke, prímás személyében egy bíboros is. Ez is mutatja, hogy a mi kis egyházmenyénk élvezi a világegyház szeretetét, figyelmét, tudnak rólunk és szeretnek minket. És ez nagyon fontos. Mi egy világegyház része vagyunk. Minket nem rövid távú 2 vagy 4 éves ciklusok vezérelnek, hanem az élő Isten tanítása köt bennünket össze, kulturális vagy nyelvi határokon túl is. A megtestesült Isten fiának szeretete és evangéliuma pedig bennünket is arra buzdít nap, mint nap, hogy mi is gazdagítsuk a világegyház nagy közösségét, és szeretettel legyünk minden tőlünk távol levő egyházmegye iránt. A második fontos esemény Jung Tamás egykori nagybecskereki plébános címzetes püspöki kinevezésének 50. évfordulója volt, amely dátum szerint december 22-ére esik, de egy különleges vendég szerbiai látogatása miatt 1 hónappal előre hoztuk. Mint ahogy ezt sokan tudjátok, november 20-án meglátogatott bennünket Nagybecskereken Paul Richard Gallagher érsek, a Szentatya külügyminisztere. Egy hosszabb beszélgetés után, amelyet a szerbiai katolikus püspökökkel folytatott, egy gyönyörű misét vezetett a székesegyházunkban. Az ő jelenléte még jobban kihangsúlyozta azt, amit zsinati napok befejezése is hangsúlyozott, a Szentatya számára is fontosak vagyunk. Ő számon tart bennünket, közeli munkatársai által is. Gallagher érsek ugyanis a 3. számú ember a Vatikánban. Ha visszatekintünk erre az évre, látjuk azonban a sok szép tapasztalat és élmény mellett a rossz tapasztalatokat is. Ez mindenképpen vonatkozik a COVID-19 járvány jelenlétére az életünkben. Sok kellemetlenséget okozott nekünk ez a betegség, sok emberéletet keserített meg, sok embert ragadott magával idő előtt az örökkévalóságba. Sokan szenvednek miatta, mert megváltozott megszokott életünk. Nem lehet olyan szabadon élni, mint ezt megszoktuk. Le kell mondanunk néha egyes személyi szabadságunkról, és úgy érezzük, korlátozzák az életünket. A társadalmunkban szakadások és feszültségek keletkeztek annak a kérdésnek kapcsán is, hogy kell-e felvenni az oltást. Sajnálatos módon látjuk, hogy ebben a kérdésben nem tudunk megegyezni, nem tudunk bízni az orvosokban és a szakemberekben, hanem saját magunk urai akarunk maradni. Különösen a volt kommunista országokban és azok lakosai körében jellemző, hogy elutasítjuk az oltást. Mára már tudjuk, hogy az oltás segít a betegség globális leküzdésében, akkor is, ha nem teljességben véd meg a betegségtől. Az oltás keresztény szemmel nézve a testvéri szeretet egyik látható jele. A szabályok betartása egy másik látható jele annak, hogy komolyan vesszük fele barátaink egészségét és integritását.
érzelmeinkkel, elégedetlenségeinkkel, mások okolásának dühével, de hálánkkal, szeretetünkkel és reményünkkel a szívünkben mindannyian menjünk Betlehembe, hogy üdvözöljük a betlehemi kisdetet, aki, mint mindenében, az idén is eljön hozzánk. Azért, hogy biztosítson bennünket arról, hogy a béke megteremtése, a szeretet gyakorlása nem külső feltételektől függ, hanem az mindig a mi szabad és felelősségteljes döntésünk. Isten szeretete sohasem hagy minket egyedül, hanem folyton támogatni akar, erősíteni akar bennünket a szeretetben, el akarja venni haragunkat, tudatlanságunkat. Jézus születése azt jelenti, hogy legyen Covid vagy Covid nélküli idő, Isten mindig velünk van, hisz eljött hozzánk az első karácsonykor. Nem nagy csatározások, dübörgés, hőbörgés közepette, fenyegetve vagy büntetve bennünket, hanem egy tehetetlen kisgyermek személyében gyengéden beleszületett ebbe a világba. Egy gyermekké lett, aki örömet hoz, aki békét sugároz és reményt ad. Ezt kívánom mindannyiunknak, hogy ez a remény töltsön el minket az elkövetkező esztendőben is, hogy semmilyen Covid vagy más nehézség ne tudjon eltávolítani bennünket Isten és az emberek gyengéd szeretetétől. A János írása szerint való Szent Evangélium első részének 14. versével köszöntöm a karácsony ünneplő nézőket. És az ige testé lett, és lakozék mi közöttünk, és láttuk az ő dicsőségét, mint az Atya egyszülöttjének dicsőségét, aki teljes vala kegyelemmel és igazsággal. És az ige testé lett. Jézus Krisztus megszületett Betlehemben. Felvette a mi emberi testünket. És láttuk az ő dicsőségét. A dicsőség világosságot jelent a Bibliában. Világosan látható a teljes kegyelem és a teljes igazság, amely megszületett Betlehemben. Mi keresztények hisszük és valljuk azt, hogy mi Jézus Krisztusban hiszünk. Az élő Jézus Krisztusban, aki személy, akivel közvetlen kapcsolatunk lehet. Ezért bízunk ő benne, ezen a szent ünnepen is. Legyünk biztosak abban, hogy ő velünk volt eddig, és velünk lesz ezután is. Áldott, örömteljes, boldog karácsonyi ünnepeket kívánunk mindenkinek. Ez a nap az, amelyet az Úr elrendelt, örüljünk és vigadozzunk ezen. Karácsonyt ünneplő testvérek a Krisztus Jézusban, a 118. Zsoltár szavaival köszöntök mindenkit ezen a dicsőséges ünnepen, amelyre sokan sokféleképpen készültünk és vártunk. Íme elérkezett az ünnep, elérkezett a megváltó születésének napja. Az ezt megelőző adventi időszakban lehetőségünk volt felkészülni. Sokan lélekben, igazságban, hitben és imádságban készültek. Nagyon sokan a minket körülvevő környezet, a világ pedig a már megszokott módon a különféle külsőségekkel, díszekkel, mindenféle karácsonyhoz tartozó vagy hozzá kapcsolt különféle ajándékkal, díszekkel és egyebekkel.
Karácsony ünnepe a 2021-es esztendőben is elérkezett. A Teremtő Isten szólít meg minket a zsoltáros szavain keresztül, hogy ez az a nap, amelyet ő elrendelt. Ez az a nap, amikor a Teremtő Isten megérkezett emberi formában ebben a teremtett világban. Megérkezett azért, hogy a mi bűnös életünkből megváltson bennünket. Megérkezett azért, hogy ma is, most is velünk együtt ünnepeljen. Megérkezett azért, hogy nekünk örök életet, soha el nem múló boldogságot adjon. A Teremtő Istennek ez az akarata, hiszen ő nem akarja a bűnös ember halálát, hanem azt, hogy megtérjen és éljen. Ezért jött ő. Mi pedig emberi módon, emberi gondolatokkal és emberi cselekedetekkel készültünk az ő érkezésére, az ő várására. Mit jelent a karácsony, a mai nap a mi életünkben? Azt mondja a zsoltáros, örüljünk és vigadozzunk ezen a napon. Az örömmel és vigadozással soha nem is volt gondunk, hiszen különféle ünnepekhez kapcsoljuk ezeket a cselekedeteket. De mi a helyzet karácsonykor? Mit jelent az, amikor a Teremtő Isten hív minket arra, hogy örüljünk és vigadozzunk? Úgy gondolom, keresztény testvéreim, hogy az idei karácsonyon is szükségünk van a megerősítésre, szükségünk van hitünk megerősítésére. Szükség van arra, hogy békességben és boldogságban töltsük el az ünnepeket. Szükségünk van arra, hogy legalább ezen a napon befogadjuk szívünkbe, lelkünkbe azt a Teremtő Istent, aki minket élettel ajándékozott meg, és ezt az életet fenntartja egészen a mai napig. Úgy gondolom, keresztény testvéreim, hogy szükségünk van a közösség megélésére. Szükségünk van arra, hogy igen, együtt legyen a család békességben és boldogságban. De arra is szükségünk van, hogy ebbe a közösségbe jelen legyen maga a megszületett megváltó. Hiszen csak ő adhatja meg nekünk a békességet és a boldogságot, az igazi karácsonyi örömöt. Lehet ünnepelni sokféleképpen. Lehet ajándékokat készíteni, különféle módon feldíszíteni házaink, lakásaink külsejét és belsejét egyaránt. De üres ünnepünk lesz, hogyha az ünnepeltet nem fogadjuk be otthonunkba, a szívünkbe és a lelkünkbe. Adja meg mindnyájunknak a Teremtő és Gondviselő Isten, hogy ezen a karácsonyon hozzuk meg azt az egyéni döntésünket, hogy igenis helyet készítünk a megszületett megváltónak, befogadjuk őt életünkbe, és engedjük, hogy ő vezesse életünket, lépteinket mostantól fogva minden egyes napon. Amen. Áldott és békés karácsonyt kívánok mindenkinek!